Bekérették az orosz nagykövetet a moldovai köztársaságban azért, mert Oroszország szavazóhelyiségeket működtet majd a hivatalosan a Moldovához tartozó, de gyakorlatilag szakadárállamként működő Transnisztriában a közelgő orosz elnök választáson. A moldovai köztársaság ott cselekszik, ahol képes ellenőrizni a körülményeket, így az alkotmányos hatóságok által ellenőrzött területen semmiféle jogsértést nem ismerünk el, mondta a miniszterelnök Dorin Recsen. Tiltakozó jegyzéket nyújtottunk be Vasznyecov nagykövet úrnak, mindenkinek meg kell adnia a kellő tiszteletet Moldova államnak és a moldovai állampolgároknak is. Az orosz nagykövet szerint ők mindössze lehetőséget teremtenek az orosz állampolgároknak, hogy élhessenek szavazati jogukkal. Rengeteg megkeresés érkezett az Orosz Föderáció Központi Választási Bizottságához, a külügyminisztériumhoz és a nagykövetséghez is. Az emberek azt kérték, hogy hadd éljenek a szavazati jogukkal, mondta Vasznyecov. Hétfőn a tiraszpoli szeparatista rezsimhez közel álló sajtó közölte, hogy a Transnisztriában megnyíló 6 szavazófülkében még lejárt vagy a szovjet időkből származó útlevéllel is lehet majd szavazni. A szavazást, amelyen az oroszok megerősíthetik Vlagyimir Putyin elnökségét, az Ukrajnától erőszakkal elcsatolt területeken és a Krímben is megrendezik az orosz hatóságok. Az Ukrajna ellen indított háborúban szolgáló katonák már el is kezdték leadni voksaikat.